Ismét megrendezték a modern gyárak éjszakáját. A Covid időszak alatt csak virtuális látogatásokat tettek az érdeklődők, idén azonban újra be lehetett tekinteni egy-egy üzem A dézelai víz és csatorna mű ZRT első alkalommal csatlakozott a kezdeményezéshez, péntek este az adi utcai telephelyen várták az érdeklődőket. Ország számos cég csatlakozik a kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy az üzemeket és az ott folyó munkát minél többen megismerjék. Nagy örömmel csatlakoztunk mi először a Modern Gyárak Éjszakája programunkhoz. A Pannon Egyetemmel közösen jelentkeztünk erre a programra, és hát sok gyereket várunk itt, hogy este megérkeznek a Nagykanizsai Szennyvíztisztító telepre, ahol azért Nagykanizsai környékének a szennyvize folyik be, és több mint 70 ezer ember ellátását biztosítjuk itt. Úgyhogy nagy örömmel mutatjuk be a telepnek a Működését a, gyerekeknek. a szüleikkel érkező fiatalok elsőként egy ismeretterjesztő előadást hallhattak arról, hogyan is működik a szennyvíztisztító üzem. Majd megismerhették annak működését a beérkező szennyvíz útvonalától kezdve a mechanikai rácson keresztül egészen a befogadóig. Szerintem egy szemléletformálásnak jó, hogy a gyerekek látják, hogy milyen fontos a környezetvédelem, milyen fontos a környezettudatos működés. Többször tartunk gyerekeknek tele mutatást. Voltak itt már óvodások általános iskolások, középiskolások, hiszen a vízvilágnapján is azért rendszeresen fogadunk csoportokat itt a szennyvíz telepen, vagy akár a, víztoronynál, ahol bemutatjuk az ivóvíz hálózat működését is. Nagykanizsán a modern gyárak éjszakáján nem csupán a délzalai vízmű működését lehetett megismerni, hiszen a Hydrofield KFT is partner volt az ismeretterjesztésben.